ha airportot kérnek, akkor még el tudtok menni, és van egy komplet repertoár, vagy inkább megpróbálod őket rábeszélni arra, hogy inkább csak téged hívjanak zongorával? Az az igazság, hogy mostanában már airportként nem nagyon hívnak minket, kivétel. 4 évvel ezelőtt írtunk egy olimpiai dalt, ami a magyar olimpiai csapatnak az indulója lett, és természetesen ez maradt is, úgyhogy már most itt az olimpia évében ugye már egyre több felkérésünk van ismét, hogy menjünk és ezt a dalt énekeljük el, úgyhogy ilyen apropóból szoktak elhívni minket. Mint airport rég voltunk már fellépni, de talán ez abból is adódik, hogy úgy azért tudják már rólunk, hogy ezt egy picit most felfüggesztettük. Ennek ellenére abszolút van közös tervünk még, de nem úgy, hogy mondjuk nem abban a formációban, egy kicsit más dologra gondolunk, amikor arról van szó, hogy esetleg közös munkát csinálni. Itt elsősorban szintén a zongora lesz majd a domináns, hogyha valamit összefogunk. De erről azért nem akarok még beszélni, mert ez még körvonalazódik. Mi a következő dal, amit itt zongorázol nekünk, és játszol, és énekelsz? A következő dal pont egy olyan dal, amit azért tanultam meg, mert hallottam így a rádióban, hogy elég nagy slágerré vált, és egyszer megláttam, hogy az előadó eljátszott ezt 100 zongorán egy nagy koncerten, és akkor úgy gondoltam, hogy ezt én is megtanulom. Ez a Daniel Porternek a Bad Day című dala. Van vitád a tesóddal? Mondtad, hogy szemmel kíséred, amikor mondjuk nem ugyanaz a véleményed esetleg, mint az övé, mondjuk a
Eurovíziós dalfesztivál miatt? Nincs. De nincs. Gondolkodtál? Azért gondolkodtam, hogy fogalmazzak minél egyszerűbben, mert ezt sokszor megkérdezik, hogy szokott-e nézeteltérésben veszekszünk, mert hogy mi mindig hát néha megpofozod, mert mégis te vagy az erősebb. Igen, minek veszekedni, a lehet verekedni címmel. Igen. De tényleg mi sokan azt is gondolják rólunk, hogy ikrek vagyunk, és akkor így meg szoktak döbben, hogy hát ők azt hitték, hogy ikrek vagyunk. Viszont a gondolkodásunk, amit gondolunk dolgokról, az tényleg olyan, mintha ikrek lennénk, mert annyira egy hullámhosszan vagyunk, és egyformán gondolkodunk különböző dolgokról, hogy ebből kifolyólag nem szokott köztünk vita lenni. Olyan szokott lenni nyilván, amikor én kívülről elmondom, hogy én mit láttam ebbe a dologba, de ez még soha nem fajult vitává, hanem általában ugyanúgy egyetért vele az öcsém, vagy én fordított esetben. Tehát... Ti tudjátok a titkot, hogy kinek kellene, mert ugye, hogy most megvan a nyertes, de hogy nektek tulajdonképpen lassan már tudni kéne, hogy mi a titka annak, hogy kinyerje meg, vagy kijusson nagyon jó helyezéssel. Én tudom a titkát, de annak semmi köze a zenei vonalhoz. Tehát ez az Eurovíziós Dalfesztivál, ez gyakorlatilag úgy kell felfogni egy előadónak, hogy kimegy, és két hétig iszonyú jól érzi magát, képviseli az országot, megmutatja Európának, hogy ő létezik, hogy van, és ha esetleg még ezen kívül őnek egy olyan produkciója van, amire kint fel is figyelnek, akár mint tavaly a Wolf Katinak, tehát az, hogy gyakorlatilag bezsebelt ott minden létező díjat, rádióktól kapott különböző díjakat a dal miatt, és ugye ki volt kiáltva itt abszolút esélyesnek. Tehát idáig tart ez a része. Onnantól kezdve, ahogy lemennek a dalok, és jön a szavazás, onnantól kezdve egy teljesen más fordulatot vesz ez a dolog, más szempontok lesznek lényegesek. Én azt szoktam mondani ilyen baráti körbe, hogy gyakorlatilag ezek a szavazások simán megtörténhetnének úgy is, hogy a dalok nem mennek le, hanem csak egyszerűen szavazgatnak az országok dalok nélkül. Akkor is nagyjából ugyanez az eredmény jön neki. Hát csodálkoztam volna, ha Máté Péter kihagyott a repertoárból. Hát ezen a vendégeim is csodálkoznának. Igen, igen. Úgyhogy nagyon sok Máté Péter dalt játszom. Most, amit választottam, ezt a dalt, ezt érdekes módon talán az elsők között volt, amit megismertem Máté Pétertől, és ráadásul nem is a Máté Péter lemezén, hanem egy feldolgozás lemezen, talán szerintem Gergely Robi énekelte, és én ezt imádtam, ezt a dalt, és ez volt az első olyan Máté Péter dal, amit megtanultam, úgyhogy most ezért ezt játszom. Mondd, miért szerezte mást, és én csak téged? Miért másnak örülsz úgy, ahogy én néked? A mellé csodolt egyszer már az élet. Én nem engedlek, oly könnyen el. Mondd, miért adtál reményt, és oly sok álmot? Ha mástól akarod a boldogságot, mondd, miért fogadtad el szerelmes szívem? És hogyha elfogadtad, most miért dobtad el? Az első pillanatban megmondhattad volna, szólhattál volna, hogy ne kezdjük el. De te lázba jött és lágyan átkarolva, hozzám hajolva, hazudtad el. Hogy nem szerezte mást, enyém a szíve, s lásd, kis búcsú levél lett az ígéret. Én ezt a kis levelet most összetépem, ha így akartad, hát nekem se fáj. Az első pillanatban megmondhattad volna,
szólhattál volna, hogy ne kezdjük el. De te lázba jött és lágyan átkarolva, hozzám hajolva hazudtad el, hogy nem szerezte mást, enyém a szíve, s lásd, kis búcsú levél lett az ígéret. De én ezt a kis levelet most összetépem, ha így akartak, hát nekem se fáj. Most a retro korszakot éljük. Szerintem nem csak azért kedvelnek téged, mert kedvesen, kellemesen zongorázol és szépen énekelsz mellé, hanem már most ez a korszak van. Szerintem minden valamiről étteremben volt egy zongorista, egy bárzongorista. Tehát mi most retro korszakot élünk, mi lenne, ha jönne az egykori producer és azt mondaná, hogy gyerekek, hát a VIP-t még egyszer pakoljuk össze. Jött már. Jött már. Nem egyszer felmerül ez a kérdés, pláne amikor jön közeledik az Eurovízió, akkor aztán mindig felmerül, hogy legalább akkor csak erre az egy dalra álljunk össze. Nekünk is a fejünkben van ez a dolog, maximálisan. Természetesen nem abban a formátumban, meg nem abban a formációban, ahogy annak idején, tehát itt gondolok arra, hogy mi már nem táncolgatnánk színpadon, mert azt gondolom, hogy... Bálint se, senki nem. Minden kornak megvan a tehát tudni kell, hogy az ember, tehát 20 évesen még ezt megcsinál, egy ilyen dolgot, és szívesen csinálta, természetesen ugyanúgy, tehát vállaljuk, hogy büszkék vagyunk erre a dologra, meg arra az időszakra, de én azt a példát tudnám mondani, hogy mondjuk egy Tégdet visszatért, voltam is koncertjükön, tehát egy ilyen, látszik, hogy már egy érettebb, ugye, egy érettebb zenével, kiforrottabb stílussal, és de viszont abszolút mai zenei hangzással. Ez abszolút terve van, de mivel az öcsémnek is, a Gergőnek is, és az Alexnak is, annyi, meg hát nekem is, annyi elfoglaltságunk van, hogy egyelőre nem tudjuk ezt fedél alá hozni, ezt a dolgot, de mihelyst tényleg mindenki ellenállhatatlan akaratot érez az iránt, hogy ezt összehozzuk, akkor szerintem ez össze fog jönni. Elfogadok jogdíjat, hogyha most emiatt indul ez útjára. Na most akkor zongorázni fogsz ismét. Mi következik? Igen, most a Michael Bublétől fogok játszani, illetve tőle ismertem meg ezt a dalt, de ez nem az ő dala ettől függetlenül, de én az ő előadásában nagyon szeretem őt, jó pár dalt játszom tőle is, úgyhogy jöjjön a Let's Dance For Me címből. You can dance, every dance with a guy who gives you the eye, let me hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand with a flame of light. But don't forget what's taking you home, and you know it's who's gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fun like spoken one. Go and have your fun. Let us sing, but when I find, don't give your heart to anyone. But don't forget it's taking you home, and here is who's gonna be. So darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel me when we touch? I will never, never let you go. I love you so much. You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. If you ask, if you're all alone, can take you home.
last dance for me. But don't forget we're taking you home, and your race was gonna be. So darling, save the last dance for me. Darling, save the last dance. Dance for me. Amikor pakolod össze a repertoárt és tanulsz új dalokat, akkor nem fordult meg a fejedben, hogy írsz te magad pontosan olyat, amiért szeretnél játszani és bele-bele csempészni a már jó bejött dalok közé? Hát egyrészt játszom az este folyamán, mert követelik is saját dalokat, tehát még a VIP korszakból, és nagyon nagy sikere van. Egy száz zongorán, egy keresem a lánynak, vagy a rohan az idő, vagy a szükségem van rád, ezek nagy slágerek voltak, és néha úgy kell engem rábeszélni szinte, hogy játszam már el, mert én úgy vagyok vele, hogy hát biztos nem is emlékeznek meg rá, meg az nem volt annyira ismert, és akkor, amikor eljátszom, mindig akkor jövök rá, hogy úristen, ezt mindenki ismeri és éneklik, és hogy tényleg, hogy milyen... mekkora sztár voltam, meg vagyok. Milyen jó dalok voltak ezek. Úgyhogy egyrészt, tehát ilyen szempontból saját szerzeményeket játszom, de abszolút terve van véve az, hogy most már készítek egy lemezt ebben. Egy zongora kísérlettel. Igen, hát azért ott meg lesz hangszerelve, lesznek egyéb hangszerek is a dologban, de ez most rólam szólna, tehát ez egy szóló lemez lenne, ahova természetesen a címadó dal az egy új dal lenne, amit mi írnánk, vagy az öcsém éppen, és a többi az feldolgozás lenne. De most már nagyon itt van az ideje, mert nagyon sokan kérik tőlem, hogy egy hanghordozót nem tudok adni valamilyen formában, hogy ezt otthon is tudják hallgatni. Úgyhogy eljött az idő, ebben az évben ezt meg kell csinálnom. Hát egy gyönyörű dallal fogsz búcsúzni, ami szerintem mindenki ismer, aki a televíziót nézi. Én ajándékot szeretnék adni neked a Villányi barátaim jóvoltából, Bok József egy küvéje, Polgár Zoltán barátunk egy üvegküvéje, egy hangzóanyag, mégpedig a 200 éves Pannon Filharmonikusok ünnepi CD-je, a koncertjének a felvétele, és a Digisztáros barátaim jóvoltából egy pendrive, amin természetesen a neved rajta van, tehát névre szóló. Köszönöm szépen. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, meg hogy azt is, hogy játszottál. Mivel köszönsz el? Ez egy szintén nagy kedvenc, és azt gondolom, hogy a lassú dalok között az egyik legszebb magyar lassú dal, Kovács Katinak a Találkozás egy régi szerelemmel című dala. Találkozás egy régi szerelemmel, nem tudni még, de mindig megható. Idővel minden másképp lát az ember, de az, hogy szép volt, nem vitatható. Hiába nézem ellenséges szemmel, a változást mi rajta látható. Az ember áll és megszólalni nem mer. Van szerelem, mely nem gyógyítható. Jöjj néhány órás napsütés, még kell, hogy egyszer együtt járjunk. Még vár a nagy beszélgetés, tán kiderül végre, volt a hiba, mi nálunk. Jöjj néhány órás napsütés, sok régi témát megtalálunk. S a búcsú újra oly nehéz, mint ahányszor idáig váltunk. Találkozás egy régi szerelemmel, rossz rendezvú, de megbocsátható.
egy torz mosolya, búcsút int az ember, miközben érzi, hogy sírni volna jó. Jöjj néhány órás napsütés, még kell, hogy egyszer együtt járjunk, még vár a nagy beszélgetés, utána kiderül végre, mi volt a hiba, mint nálunk. Jöjj néhány órás napsütés, sok régi témát megtalálunk, s a búcsú újra oly nehéz, mint ahányszor idáig váltunk. Találkozás egy régi szerelemmel, rossz randevú, de megbocsátható. Egy torz mosolya, búcsút int az ember, miközben érzi, hogy sírni volna jó. Születnek a győztesek. Néha a teljesítmény vezet győzelemre. Máskor a megfelelő technika. Van, hogy a precizitás. És nagy ritkán a szerencse. Ami azonban minden győztesben közös, az a szenvedély. Az új 3-as BMW. A szenvedély diadala. A bor sorsa már azzal eldől, ahogy megérintjük a szőlőt. A gazda sikere pedig azon áll, hogy megérti-e a természet üzenetét. A polgárpincészet a villányi vidék harmóniáját, erejét és egyedi értékeit zárja palackokba és teremt hozzá méltó milliót. Legyen valaki a bor igaz szakértője vagy csupán kíváncsi barátja, hozzánk nap mint nap betérhet. Mi hiszünk a nemes nedűben, családunk összefogásában és abban, hogy jövünk a természet tiszteletén múlik. Mi értjük az üzenetét. Legyen biztonságban nyári Michelin abroncsokkal, és feltankoljuk! Ha most vált nyári Michelin abroncsra, akkor azok méretétől függően akár 18 000 forint értékű üzemanyagutalványt is szerezhet. Keresse a nyári Michelin abroncsokat a Baranya Gumi Service Kft. Üzletében, Pécsen, a Pécsváradi út 2/1-es szám alatt. Részletek a honlapon www.baranyagumi.hu. A technika világsztárjai egy színpadon. A Digistar Kft. Az elmúlt 13 év alatt sok ezer partnerével együtt ért el, hogy meghatározó piaci szereplő legyen. Az irodatechnika, a számítástechnika vagy éppen az irodabútor terén is a legnagyobb márkák szavaztak bizalmat a cégnek, amely 33 szakképzett munkatársával áll az ügyfelek rendelkezésére. Mi tudjuk, ahhoz, hogy az élvonalban lehessen, nem elég a szorgalom. A technika is nélkülözhetetlen. Ebben számíthat ránk. Digistar. A beszélgetések kellemes hangulatáról a pécsi sörfőzde gondoskodik. Pénzügyeinket a Szigetvári Takarékszövetkezet, az ország legnagyobb takarékszövetkezete bonyolítja. Budapesti forgatásaink alkalmával mindig a Swing Hotelben szállunk meg. Hangtechnikai berendezéseinket a Tajti Music áruházakból szerezzük be.